Yeah, I mean, it was a good game, competitive game. The fans were awesome. Tough for us, obviously, to lose a lead. Happened in the third quarter, and kind of the same thing happened at the end of the fourth quarter. But I think we can learn a lot from it. We competed against a really good team in their home court, a really difficult place to play. And so proud of how we fought, and again, learn from this heading into playoffs. Hát mit mondani? Megint ez egy szép a meccs vége volt, és szerintem nem adtunk fel mikor voltunk, mikor vezet a Győr 8 ponttal, akkor se adtunk fel, és büszke tényleg vagyok a csapatomra, hogy végig tudunk húzni az egészét megint, és az óriási meccset megnyerni, és ilyen. Köszönöm mindenkinek, aki jött, és tényleg még egyszer, hogy nem is akarok nézni semmibe, hogy játszottunk, hol voltak a hibák, meg semmit. Ez a fontos, hogy meg tudtunk nyerni ezt a meccset, és itt a szurkolónk előtt, kupagyőztes után ez volt a nagyon, nagyon fontos, hogy minden ünnepség után ezt a meccset tudtunk így megnyerni együtt, és ez az igazi, megint ez az igazi csapatmunka volt elejétől végig, és azért még nagyon büszke vagyok. Gratulálok a győztes csapatnak. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon élvezetes mérkőzést játszottunk. Sajnos a kulcs pillanatokban megremegtünk egy picit, holott készültünk mindenféle esetőségre, de ettől függően azt gondolom, hogy egy jó mérkőzést játszottunk, jó ritmusban vagyunk, és remélhetőleg jó állapotban tudjuk elkezdeni majd a playoffot. Először is nagyon köszönjük a szurkolóknak, hogy ilyen borzasztó jó hangulatot teremtettek, és a kupa győzelem után hazai pályán mi maximummal, legjobb játékunkkal igyekeztük őket megörvendeztetni. Ez azt gondolom, hogy meg is történt, egy fantasztikus győzelmet aratott a csapat, nagyon büszke vagyok a lányokra. Ahogy Jece is mondta, egy percig nem adtuk fel, és azt gondolom, hogy a maximumot is kihoztuk ebből a periódusból, kihoztuk a maximumot ebből a mérkőzésből. Mi hazai pályán győztesen hagytuk el a pályát, ennek az eredménye az lett, hogy most a rájátszásban a Pécssel fogunk találkozni, úgyhogy a következő kihívás már adott, erre készülünk, és szeretném kérni minden szurkolónkat, hogy továbbra is álljanak ott mellettünk, mögöttünk, és mi megdolgozunk tovább, és a Győr csapatának is szeretnék gratulálni, mert egy nagyon komoly meccset és jó meccset játszottunk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy volna.